irrealitás síkok egymásba torlódása, Budapest az eklektika fővárosa is. Kábari Billió. Az első gondolatom az volt, hogy mennyire fáj a szívem. Hogy én emlékszem még gyerekkoromban, hogy itt egy gyönyörű fa kapu volt, amit a 68-as renováláskor hát kicseréltek korszerűre. Na most a korszerű az sajnos nem szinonimája annak, hogy szép, szerethető, hanem inkább a ronda és nem szerethető, mint ahogy itt látjuk mögöttem. Eszembe jutott az, hogy egy nagynénémnek kapcsolata volt Szomori Dezsővel, a nagyszerű íróval, akit nem messze lakott, Szegről végről, ha szemtelenül mondhatom, földiek vagyunk, a Sütő utca 2-be, ugye fönt a toronyszobában, ott volt az ő híres hát műterme, ahol az én nagynéném, aki följárhatott hozzá, mert ez nagy kegy volt, nem engedett be akárkit, akkor azt mondta, hogy a lakásban nagyon nehéz bejutni, de ha már bent van az ember, akkor nem ajtók vannak, hanem nagy vörös drapériák, mint egy színházban. És így úszott be nekem ez, hogy akkor egy ilyen kis színpadi vörös bársony függönyt ide applikáljak. Akkor elkészült ez a függöny, akkor gondoltam, de hát akkor valaki lépjen be ezen, és tehát kigondoltam, hogy egy figura legyen ott, aki mégiscsak itt van, és egy ilyen metrón rajzolt figurát rajzoltam be. Arra gondoltam, hogy a partikularitásból, a helyi jellegből kilépünk az egyetemesség fölé, és akkor ide föltettem, mint egy ilyen, a színházban van egy mosolygó és egy szomorú arc, kiraktam, tulajdonképpen azt hiszem a föld. Hogy mégis egy kicsit a kozmosz felé kinyitni, tehát az egészből. És aztán úgy gondoltam, hogy ez így jó lesz másnap reggel. És így adtam le, tehát így született ez a kép. Épült, és Hild Józsefnek volt ő kezdte el. Hát ez tulajdonképpen egy ilyen szerintem egy ilyen kis új gyakorlat volt neki a nagy művei mellett, de hát azért szerintem benne van az ő szellemisége. És hát műemlékileg nem egy jegyzet, nem egy védett darab, ellentétben a szomszéd házzal, ahol gyönyörű arany mozaikokat láthatunk. A turisták a túloldalról azt szokták fotózni, és ugye akkor mi vagyunk a szegény rokonok. Azzal együtt szerintem egy szerethető ház, kérdezték tőlem gyakran, most már nem annyira, hogy hát hogy bírom ezt a forgalmat. Aki beleszületik, hát ha Hortobágyra születtem volna, akkor valószínűleg a kilencjukú hidat szeretném úgy a közelembe tudni, meg gulyákat. Hát itt ez van, és szeretem, és valószínűleg, hogyha el kellene innen mennem, akkor szomorkodnék. Thank you.